Szoktál még spagettit főzni? Nem hiszem, 10 év mostanában csak azt tehetek, például üresen. Üres spagetti? Sok mindent nem ehetek, mert volt gyomor bajom. Ja, akkor azért fogytál le, ezt akartam kérdezni, hogy mint hogyha kicsit soványabb lennél. Jaj. És mi a baj? Hát tavaly egy epeklő miatt hasnyálmirigy gyulladásom volt, de talán ez érdekes. Ez szerintem nagyon érdekes, mert a hasnyálmirigy gyulladás, hogy mindig az alkoholisták kapják, és te végül is színész vagy. Igen, az alkoholizmus egy színész betegség. Ez igaz, hogy minden nem színész iszik? Alkoholista, nem. Nem, most már sok színész, vagy most már hallottam már olyan színészetről is, aki szív. Aki szívnak. De hagyományosan? Tehát a főiskolán kezdik el, és utána tartják magukat? Hát ne, igen, de ez azért nem úgy használják mondjuk, mint az alkoholt, mert alkohollal valamennyire lehet játszani fűvel, vagy egyéb dolgokkal szerintem nem. Úgyhogy ez azért talán... Hát és soha nem ittál? Csak hogy az alkoholizmus az nagyon nagy átok, de hát folyamatosan ittam, de nem annak, hogy... De mondjuk ez is változó, mert alkat kérdése, hogy mennyire hajlamos ilyen betegségre, lehet, hogy nekem az a kevés alkoholtól. De nem attól volt, nem, hát ez az epekőtől volt, és el is múlt. Csak még egy darabig diétázni kell. Hány éves vagy most? Ez... Várják, 42. Mire gondoltál hirtelen, hogy ezt nem illik megkérdezni? Igen, igen. Mi nem mindegy, hány éves az ember? Hát, azért egy idő után sok minden, szóval kor, te is tapasztalod, gondolom, bár te még fiatal vagy. Én abszolút tapasztalom, de én, mivel én 32 vagyok, tehát 10 évvel fiatalabb, mint te, ezért ez egy idő más, után, nekem ez nem okoz még a nagy frusztrációt. Nem is azt számít, hogy a év egy száma mennyi, hanem hogy egy idő után már azért a tapasztalattól elég jól látod a környezetedet, meg a világot, ahhoz, hogy elég keserű legyél. Meg azt is lássad, hogy már kifele vezet az út. A halál az mindig foglalkoztatja az embert, gondolom, mindenki egész életében, más-más szinten, mindig, amikor kortól függően más mélységekig jut el. Azóta idegesít egy kicsit ez jobban, amióta gyerekem van. Vagy hogy mondjam ezt a dolgot, hogy... Hát az biztos, hogy megváltozik magam miatt a halál is szar, tehát elfogadni, vagy megtudni egyáltalán, hogy mi az, hát az egy óra, amit bemelegszik. Mi az egy óra? Közben nézem a tárgyakat, ugye a halál kapcsán, hogy az olyan érdekes tárgyakkal veszed körül magad mindig, amit én annyira imádok. 1500 körül a járműpark jelenleg, pontosan nem tartom ezt nyilván, hiszen nem is ez a lényeg, hogy darabszámot vizsgáljak, hanem inkább az, hogy ami újdonság, amit legyártanak, újonnan beleillik valami sorba, vagy valahol nagyon megtetszik, és esetleg nem gyártja senki, akkor megcsináljuk magunk. 80-as években gyártott dolgokból, mondjuk 90-ig, hát én be tudtam szerezni mindent, vagy mindenből többet. Tehát az, hogyha mégis van megsérül, vagy ellopják, vagy valamilyen ilyen is volt kiállításon, akkor azért legyen tartalék. Igazából ez a modellvasút gyártó cég, az annak idején Czajke, ezzel a mozdonnyal kezdte 61-62-ben a gyártást. Ez a mozdony karosszériáját tekintve olyan gondossággal készült, hogy ezt egy új hajtóművel a mai napig használják és gyártják. Azért az benne van a fejemben pontosan, hogy mi hol van. Tehát ha most eszembe jut, hogy ezt kell elővenni, akkor rövid idő alatt megtalálom, mert tudom, hogy hol van. Úgy eszembe jut, hogy na, ezt már régen vettem elő, fölteszem a pályára, akkor hadd menjen, aztán amikor megveszek egy új kocsit, ami illik egy szerelvénybe, akkor előveszem a többit, ami már megvolt, most is például fönn van a pályán egy ilyen, és akkor az új kocsit hozzátéve újra össze van állítva egy szerelvény. Én azt szeretném, hogyha már idáig eljutottunk, hogy ez tulajdonképpen majdnem egy teljes gyártási gyűjtemény. Hát szakmai szempontból véve, hát amit legyártott katalógusból megjelent, vagy ami nem jelent meg, de azért legyártották, abból mindegyikből legyen legalább egy. A továbbiakban, hogyha az ember ezt nem akarja, hogy ez megálljon, akkor kénytelen megvenni az újdonságokat egyrészt. Másrészt tényleg van egy csomó minden olyan, ami illik az előzőekhez mindenféleképpen. Talán a szenvedély része ott van benne, hogy nem szívesen válnék meg semmitől. És pont azért nincs olyan, hogy most ezt jobban szeretem, ezt kevésbé, mert mindegyik úgy az ember szívéhez nőtt, és igyekszik most már ezt megtartani, és mindig
a gyártással szinten tartani magát. Tehát amit újdonságként vagy gyártanak, azt az igyekszem megvenni. Mióta vagy házas? Nem vagyok házas. Nem vagy házas? Nem vetted el? Idén gondolkodtunk, valószínűleg most már összeházasodunk, mert nem azért, mert szeretnénk, hanem már a postás nem adja oda az ő levelét nekem. Hivatalban mindig mindenhol ketten kell járni. Hogy örököljön, azt szeretném, hogy örököljön, akkor végén, de nem. Hogy gyerek született, ez nem került szóba? Hát nem. Hogy nem jól el vagy igény részéről, hogy szeretne nem. A férjének szülni? Nem. Teljesen modern csajom van. Modern jó fejcsém van. És még a gyerekem. Hát nagyon sajnálom, hogy nem tudom megmutatni őket. Hát ezt nem tudom, egy idegbeteg. Nem keveset visel el. Magattól vagyok hisztérikus és idegbeteg, nem tudom honnan. Bár ez is változik a korral. Meg sok nyugalmasabb pillanatom is van már, de most például bemutató előtt vagyunk, átrobogott egy macska. Akkor mi történik? Lát egy egeret? Hát nem, futtatja magát. Unatkozik? Lehet. Vagy hát vannak ilyen bioritmusai, amikor az van, hogy futkosnak. Aztán lehet, hogy neked is erre lenne szükséged. Csak az, hogy igen. Hogy egyszerűen meggondolom, hogy berohansz a nappaliba, a legnagyobb sebességgel, és ha nem csinálsz semmit, lefékezel, és iszonyú lassan visszamész. Nekem is vannak bioritmusaim, ami elég rossz, szóval például a este 7 óra körül úgy lemegy a vérnyomásom, annyira fáradt leszek, és hát és akkor kezdődik körülbelül az előadás a színházba. Minden olyan 10 óra azt akarom mondani, hogy genetikailag alkalmatlan vagy a színház munkára. Igen, lehet. Így vagy pedig nagyon. Hát meg az az időszak, a tilos az ám meg az bulizós 20-valahány éven, az azért arra trenírozott, hogy éjszaka élek. Tehát én 10-11 óra, akkor így fölpattan a szemem, és bármi van, belém költözik az élet. Családban? Igen, azt hiszem. Művész vagyok? Hát, jó, az ember mindig szemérmes ezekkel a fogalmakkal, de tulajdonképpen igen, nem is tudsz jobbat? Nem. De ez se. Az igazi kibúvó vagy, amikor kicsit más is akartam. Először más színházat csináltam, a Tilos az Ába kezdtem el. Ez a színházat, a tápszínház. De hát ami még korábban jött, hogy én ott DJ-ként dolgoztam, hogy a zene az nagyon fontos. Az végül is az, ami az egész életemet valahogy behálózta. Szerezni, ahhoz nincsenek meg az alapjaim. De hát zenével hát kompjúteren szoktam zenét csinálni, ami azért lehet modern zenéket csinálni, egy jó zenéket. De hát igazából zenéket készítek előadásokhoz. A mai propagandában megismerhetnek egy olyan színészt, aki 20 éve tagja a Katona József Színháznak, emellett 10 éve saját társulattal rendelkezik a Tápszínházzal, illetve kiváló zenész, dobol, didzseridún játszik, illetve színházi előadásoknak szokott zenét szerezni, és ezen kívül gyűjtő, illetve most már apuka. Következzék Vajdai Vilmos. Mindig este laktál Budán sohasem? De Budán nőttem fel, a szüleimmel ott laktam. Illetve hát Dunai városban születtem, aztán Kőbányára költöztünk 2 éves koromban. Aztán 6 éves koromtól Budán, tehát ott jártam általános iskolába.
és onnan jártam Csepelre iskolába, repülőgépműszerésznek. Repülőgépműszerésznek tanultál először? De mi volt a vált? Nem, nem sok minden marad meg, de itt egy nap beszélgettünk, hogy a levegőben mennyit bír ki az ember, ez például eszembe jutott, hogy mínusz 3 plusz 6 G. Jó. Hanyas voltál fizikából? Nem emlékszem. Szerintem kettes. Kettes? De miért te rossz tanuló voltál? Hát én középiskolában, amikor még ilyenek voltak, ez egyik például nagy fájdalmam. És ez, gondolom, ez majd konfliktus is lesz, mert azt szeretném, hogyha a gyerekem az jól tanulna, mert annyira hiányzik az a dolog, amit, az a tudás, amit ott elvesztegettem, amit nem tanultam meg. Ugyan mire használnád? Hát mindenre. Például? Egyáltalán a tudást nem kell használni, ez egy öröm, ha van. Az az egyenáramnak a bemutatója, és ez a másik ízó pedig a váltóáram. Melyik a jobb? Mágnesek vannak. Hát a váltóáram az, amit nagy részben használunk, vagy ami az elterjedt lett, és könnyebb is használni, de ezt talán nem én magyaráznám el. Az elektromosság gyakorlati alkalmazása 200 évvel ezelőtt kezdődött meg, az olasz Alessandro Volta találmányával, a galvánelemmel. Ez a rendkívül egyszerű kis szerkezet, egy szénrúd és egy cinklemez egyenáramot ad. Mai utódjait használjuk a Walkman telepétől kezdve a mobiltelefon akkumulátoráig. Jedlik Ányos 150 évvel ezelőtt már kis villamos hajtású kocsit is készített, galván elemeknek az áramával hajtva. Ez a mai villanyautónak az őse. A nagy változást utána Edison izzólámpája hozta meg, amelyik minden lakásba elhozta már az olajmécses vagy a gyertya helyett a villanyvilágítást. Az egyenáram azonban csak kevesek kiváltsága volt, mert nem lehetett messze elvezetni. A következő nagy találmány az angol Faraday felfedezése volt, az, hogy elektromos áramot egy mágnessel és egy tekercsel is elő lehet állítani, méghozzá, mint a műszer mutatja, váltakozó áramot. Faraday kísérleti eszközéből rövidesen áramfejlesztőgépet szerkesztettek, ahol a mágnesek állnak, és egy tekercs forog. Látjuk, hogy váltakozó áramot állít elő. A hálózati váltakozó áram frekvenciája sokkal nagyobb, 50 Hz, ezért annak a fénye már egyenletes. Ezzel szemben Nikola Tesla másodpercenként több millió rezgésszámú váltakozó áramot állított elő. Ezeknek az áramoknak egészen megdöbbentő hatása van, hiszen ezek már az emberi testre nem veszélyesek, akár az én testemen is áthaladhat az áram úgy, hogy vezeték nélkül a kezemben világítani tud egy fénycső. Mikor jöttél rá, hogy te színész szeretnél lenni? Hát, hogy nem szeretnék színész lenni, arra már elég régen. Szörnyű szakma. Hát azért szerettem is persze, de hát kiskorom, az kiskoromból datálódik. Verset mondattak velem ismerősöknek. Szörnyű, kínos helyzetek bekavartak, és azt hittem, hogy ez a jó, hogy egy ez a pálya. A színház az jobban érdekel, mint a színészet, de a színészet se rossz, szóval jó dolog az. Csak annyira kiszolgáltatott pálya, annyira nem te alakítod a sorsodat. Ott az arról szól az élete a színésznek, szóval ha elmeséli az élettörténetét, akkor elmeséli a szerepeit. Boldog vagyok, hogy itt vagyok. Ezt nagyon szeretem, ezt a környéket. Az egészben van valamilyen lokál patriotizmus, ami máshol nem nagyon. Szóval itt bemész egy boltba, először, másodszor már ismerősként köszönnek neked, meg tele van kisboltokkal, nem pláza, bár a pláza is közel van, itt van a Hednerchev. Meg sok haverom, meg barátom lakik itt a környéken, ott lakik szemben a Gergő.
Pohárnok Gergő, aha. De Pohárnok Gergő az operatőr. Igen. Ugye? A másik utcában a Török Feri. Egy mit hegye arra fele? Nem, pont ott. Ja, a... ott át is látni egy ablakon, majdnem őket látom. A Kornél, a Mundruczó Kornél is. Filmrendező. Még egy utcával arrébb. Ott a Gergő. Ott a Gergő integessünk. Nem figyel. Őnyregy! Őnyregy! Szia! Mondjad. Azért is szerettem ezt a környéket, mert a Bauhausba amúgy is szerelmes vagyok ebbe a stílusba. És hát ez a lakás is az, amikor megláttam, így lakást kerestem, és megláttam ezt a lakást, hát leesett az állam. Ezért. De ezt ki tervezte, hogy ez milyen lakás? Ezt utána néztem, ez a tervezői volt ez a lakás, aki a házat tervezte, és a környéken több is van, itt ki van kapukra írva általában, hogy ki a tervezője, és láttam Ginzler Hermann 1937-ben. A Bauhaus nem más, mint egy szellemiség, ami abban leli meg a célját, hogy a szélesebb néptömegeknek egyfajta esztétikai minőséggel is bíró, magyarul szép, de tömegtermelésre alkalmas tárgyakat tervezzenek. Tetőtől talpig, legkisebb részlettől az egészig egy egységes mű létrehozására törekedett. Az iskola ugye a Walter Gropius kezdeményezésére kezdődött 1919-ben. Célja az nem volt más, mint hogy a fiatal kreatív erőket az anyagokkal megismertetni, és az emberrel megismertetni, és az ember igényeivel. És ezek között kellett nekik megtalálniuk a közös utat. Ez a Napraforgó utcai telep, ez 1931-ben épült, és hát ezt szokták ugye ilyen Bauhaus kísérleti lakótelepnek nevezni. Alapmértani formák, alapszínek, és ezeknek a jelentésének a tudatossága, tudatos alkalmazása az, ami végül is jellemezhet egy ilyen Bauhaus stílust. A legtipikusabb ezekre az épületekre nézve az a lapos tető alkalmazása, a sík felületek és a színek ereje az, ami hat. Azt látjuk, hogy a fal önmagában van, és a síkok és a tömegek dominálnak. Ez a geometrikus irány, ez a minimalizmus, ez annyira széles körben elterjedt, hogy hát egyáltalán a mi 70-es, 60-as évekbeli szocialista konyhabútoraink szintén a egy az egyben a Bauhaus szellemiségében készültek. Ez egyáltalán nem egy lezárt, egységes valami ez a Bauhaus, hanem tényleg egy szellemiség, ami hihetetlen módon szétsugárzott a 20. század második felében. Ami körülvesz minket, az minden az elektromosságról szól, szóval a kompjútertől kezdve a kis villogó. Most már teljesen egy olyan korban élünk, ami mondhatni egy sci-fi. Tehát ha 20 évvel ezelőttről nézzük ezt a kort, amiben élünk, az teljesen tudományos fantasztikum körébe tartozna. Szóval a gyerekek már ilyen világító dolgokkal játszanak. Már bulikon, partikon az embereken minden világít. És hogy jönnek ide a robotok? Hát azt, az is, mint az elektromossággal kapcsolatos. Ez nem csak, nem, szóval egy látványszínházat csinálunk, ebbe kitaláltuk, hogy legyenek robotok. És erre különböző képzőművészek, meg a mi közvetlen munkatársaink is csináltak robotokat. Úgyhogy installációs színház lesz, ez tulajdonképpen amivel különböző, például robot installációk lesznek. Még elég jól néznek ki, de ez mind ilyen retro cucc, nem? Igen, kicsit azt a világot is próbáljuk. Nem egy ilyen high-tech színház akar lenni, ami... Hát a high-tech is megjelenik, ha körülnéztek, van fönn, van 8 vászon, vagy még nincs is fönn, mint 8-10 vászon lesz, 6 vagy 8 vetítővel, 6 wireless kamerával, és még millió egyéb kamera, meg hang, meg minden. Képek izgatnak, látvány izgat, meg a hang. A zenébe is, nem csak pusztán a zene érdekel, hanem a zenébe is a hangok, amiről ma a mai zene szól egyébként szerintem. Hanem a zenéről szól. Az örej? Az örej, megy egy-egy hangnak a mélysége, nem csak az, mint zenei hang szólal meg, hanem a hang minősége is.
mai technózene, vagy a modern elektronikus zene, az nagy részben a hangok milyenségéről szól. Ugyanaz a hang, ami mondjuk 4-5 évvel ezelőtt volt, azt megcsinálják, ma az már egy sokkal igaz a hangszal, csak valahogy telítettebb, valahogy más. Jobban ki tudják terjeszteni a hallható tartományát egy hangot, vagy meg tudják csinálni, mert ez is fejlődik. Kíváncsi vagyok azt, hova fog fejlődni. A performance az nem színház, a színház meg nem performance. Performance-okat is csináltunk, meg én ezt, ez egy színházi performance, de azért az színház. Meg az egy olyan fogalom, amiben sok minden belefér. Van egy képzőművészeti értelme is, de az is benne van. Én azt gondolom, hogy egy képzőművészeti színházat csinálunk. Nem szoktam ilyen gondolkozni, csinálom, amit tudunk, vagy amit tudok, meg amit szeretnék, és azt színháznak gondolom ennyi. Major Tamás és Halász Péter. Ez a két dolog, ez hogy hasonlít, állt össze benne? Például a Péter, az tele van majoros gesztusokkal, a hangjában is van valami, most itt vágom a hangját. Utaz? A hangját így be. Tesla egész éjjel dolgozott. És tele van számos zárlatos majoros gesztusokkal. Hilda, miért csinálod ezt? Mindig is utáltam a bajuszosokat, mondjuk ezt a fajta bajuszt bírom, hogy a korai örömmel egyik lemezborítóra fotózkodtunk, szép magyar szó, fotózkodtunk, és mindenki bajuszt, azt találta ki, hogy nem bírjuk a bajuszt, hogy mindenki bajuszba lesz. És akkor én növesztettem egy ilyen picit, és azóta így. De valami neked mindig volt, fülbevaló, itt is van fülbevaló, ott a fülbevaló. Szakálka, napszemüveg, most is szakál vagy? Az ritkán szokott, most csak már annyi, kicsit pihentetem rá, most már elkezdett viszketni, úgyhogy... De ezek miért fontosak? Megnézed fontos a többi színészt, alig van, mondja, hogy győzőnek szokott lenni fülbevalója, meg neki van tetoválása is, de alapvetően nem szokták a színészek ennyire feldíszíteni magukat, elég a színpad. Érdeklem magamat, hogy milyen arcaim vannak. És mire jutottál? Hát erre. Nem vagyok egyszerű, azt hiszem, szóval, hogy nem úgy, hogy milyen különleges vagyok, hanem hogy nehéz velem magamnak is. De valamennyire ezt itt tolerálják, mind a kollégáim is, néha egy bizonyos szintig, mind a vezetés is. De miért nehéz veled? Morózus vagy? Rühellem a színészekkel való beszélgetést, amikor a színészetükről beszélnek, a szerepeitről, az életükről, a sérelmeikről, úgyhogy ezt hagyjuk inkább. Én is meglepődtem, sőt egy picit gyöngyözik a homlokom, mert hogy elektrosok, ugye, trafó, másrészt tápszínház, Vajdai Vilmos, és most jelen pillanatban forgat egy tévéstáb itt. Ez miért van? Hát
a Propaganda című műsor, hogy csináljunk nekik egy kis propagandát. Ők ezt csinálják, hogy egy-egy emberre rászállnak, és egész nap macerálják. Szevasztok, és ezért srácok. Itt. Nagyon jó barátságot kötöttem közbe velük. Vajdé Vilit a technika vonza. Például mitől érdeklődsz, vagy mi az oka annak, hogy érdeklődsz egy Tesla nevű úriember iránt? Valahogy mindig érintett a technika, valahogy vonzzuk egymást. Hát amikor például megrázott az állam kiskoromba. Lehet, hogy onnan datálódik. Megtudtam az információt, Vajdai Vilmos gyerekkorában megrázta az áram, azóta vonzódik az elektromossághoz, ezért ment a színészi pályára, hogy olyan darabokat hozzon létre, ami az elektromossággal kapcsolatos. Jól gondolom? Igen.